Hódmezővásárhely önkormányzata a kormányhoz fordul, hogy minden lehetséges eszközzel megakadályozza az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg Magyarországot és a magyar embereket. Ennek érdekében a képviselőtestület egy határozatot fogadott el a tegnapi közgyűlésen. A város képviselőtestülete a kötelező betelepítési kvóta ügyének megtárgyalásával kezdte tegnapi ülését. Azért, hogy Magyarországra ne kelljen alkalmazni az Unió által diktált kvótát, vagyis hogy 1,5 millió Európába érkező migráns egy részét ne hazánkba helyezzék el, összefogásra lesz szükség. A város polgármestere Almás István ismertette a tegnapi állásfoglalás részleteit, amely szerint a kvóta jogtalan és értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terror veszélyt, veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink biztonságát. Vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Magyarországot a jelen helyzetben 45 ezer ember érintené a kvótarendszer alapján. Ha belegondolunk és csak a megyei városokat nézzük, akkor Hódmezővásárhely is kaphatna kb. 3-4 ezer embert. Ide én úgy érzem, hogy nekünk erre nem nagyon, sőt egyáltalán nincs szükségünk. Lázár János is hozzászólt a témához, amelyben arról beszélt, hogy az elvi állásfoglaláson túl, vagyis a betelepítési kvóta megakadályozását támogató nyilatkozaton túl egy további döntésre is szükség lehet a jövőben. A térség országgyűlési képviselője azt javasolta, mi hamarabb fektesse le a város, hogy területén nem engedélyezi olyan intézmény felállítását, amely a migránsok befogadását vállalja, sőt, lakást és semmilyen egyéb elhelyezést nem tud biztosítani a migránsok számára. A miniszter azonban felhívta a figyelmet az emberiességi szempontok figyelembevételére is, nem zárta ki akár pénzbeli segítségnyújtás lehetőségét sem. A politikus problémaként vázolta a Béla Cigány utcai lakóotthon működését, ahol jelenleg is élnek migráns fiatalok. Kérjük azt a belügyminisztériumtól, hogy ezt a befogadó otthont vigye el Hódmezővásárhelyről szerintem. Tehát a nulladik pont, az például ennek a Béla Cigány utcai otthonnak a kirakása a városból, mert ez okoz nagyon pici problémákat. Engem olyan szülők kerestek meg, akik a játszótéren elszenvedték, hogy ezek a papír szerint kiskorúak, látszatra nem feltétlenül kiskorúak, használják az új játszótereket minden következményével együtt. A kormányzat törekvéseit támogató, a kötelező betelepítési kvótát elutasító nyilatkozatot 13 igen szavazattal elfogadta a grémium. A név szerinti szavazáson a képviselők közül egyedül dr. Kis Andrea, MSZP-s képviselő szavazott nemmel a kérdésben.